Na háló! Üdv a internet népének! Dius, nagyon szépen köszönöm a 11. hónapot, és KB Junior köszi a dupla annyit, azaz a 22-t. Köfi! Mert az van, hogy már alig vártam, hogy mikor indul ez a stream, mert játszani akarok ezzel a játékkal, annyira jó. De majd még lesz valami meglepő is előtte. Ruha nélkül streamer? Nem. Az most nem. De nem rossz gondolat. Halljunk egy intrót? Várjál. Jó ötlet. Keressük meg azt a mappát, amiben az van. Music. Hát na várjál. Velem te nem szúrsz ki. Ezt meg tudom oldani. Egy fél pillanat. Dír. Összegyűlt a család, indul a pervászkedés. Délután a gép előtt a terpeszkedés. A segre pacsiokkal megjöhetnek a tippek. Most vajon hogy hal meg? Egy bagoly szányán ugrik a magasba, hopp a macska. De van még itt az énekünk egy kis aranyhalacska. Avit. Kezdődik az adás. Jaj, a horror kicsit parázs. De köszönöm, hogy itt vagytok. Jár a buksi simogatás. Az is jó, srácok! Kis bakjok! Gyere, a videóból van pár friss. Arccal leveszem az aknát is. Lehet, hogy kicsit sok a kínom, de tolom, amíg bírom, még akkor is, ha pélpuha. A baglyok éjjel-nappal használják a fákat. Minden madár tudja a helyét, és tisztában van vele, hogy itt... Enni és szarni! Ezt a kettőt! Jaj, most akkor feliratkozzak! Most komolyan ez kérdés volt? Ez a gyípés mód! Aha, és az öreg ember az ki? Na ez a durva baszki! Yeah, válaszunk egy karaktert! Valami szexit, backseat, no arra van az exit! Üdv a családomba, itt egyre több az új koma, ez a gomba drón, és a kurzor a burgonya! Gyere, mindjárt kezdünk! Gyere, mindjárt kezdünk! Gyere, mindjárt kezdünk! Gyere, mindjárt kezdünk! Kezdődjön már! Tehát ott még ki is írja, hogy ups, I am late. De ez mind amiatt van, hogy le kellett játszani egy intrót, addig nem engedtétek kezdeni. Úgyhogy most nem magam miatt késtem, hanem miattatok. Girosz, nagyon szépen köszi a 43 hónapot. Köszi a hype vonatot is, srácok. Már 66,6666%-on van. Ezt úgy akartam kérdezni az UPS-ot. Egy másik számláló lett ugye berakva ehhez a ez az overlayhez, és ehhez egy ilyen tartozik, hogyha lejár, akkor kiírja, hogy UPS, I'm late. Az intrónak még mindig király. Figyelj, egyébként pont a napokban gondolkodtam rajta, mert képzeljétek el, olyan hülyeséget kezdtem el csinálni, hogy körülbelül én nem tudom hány év után elkezdtem törölgetni az e-maileket. Biztos vagyok benne nektek is, hogy van egy olyan e-mail címetek, vagy lehet, hogy több is,
ahol nem igazán foglalkoztok azzal, hogy töröljetek, vagy valami, csak úgy jön, ez elolvasod, oké, ami olyan kitörlöd. Na most ugye, a kurva kisbagolja, hagyjatok már békén, hányszor kell? Ki fogom írni erre a képernyőre ide föntre, hogy itt nincs kisbagoly! Na, szóval, képzeljétek el, azt kezdtem, hogy nem tudom hány év után, elkezdtem törölgetni e-maileket, valami 7000 e-mail volt azon az e-mail fiókon, sikerült leredukálnom már 2000-re. Így nem tudom, hogy hány évre visszamenőleg, úgyhogy nagyon vicces e-maileket találtam. De szerintem még egy-két nap, és a végére érek, és akkor végre rendben lesz rakva. Mert ugye, nem tudom, hogy erre ti mennyire figyeltetek, ugye a Gmailnél alapvetően, hogyha törölsz, akkor ha csak nem állítod be pluszba, akkor ez nem törlés, hanem archiválás. Tehát ugyanúgy ott marad az all inboxisba. Na most átállítottam végre, hogy törlés legyen, és törlök. Úgyhogy kegyetlen. Nokedli, köszi a 30. hónapot, köszi a level 2-es Hype Train-t, Pro Angels, köszi az 51-et, Attila Hun, ugye? Attila Hun, köszi szépen az első feliratkozásodat, ütköztünk, és köszi szépen a támogatást. Reméljük, hogy olyan nagyon hamar nem fogod megbánni ezt a feliratkozást. Köszi, köszi. És Firesame is megérkezett egy 44-jel, köszi. Potosifa, köszönöm a kódot. Ó, igen, te voltál az, akinek elküldtem a kódot, és szerintem egy 2 hétig rá se néztél az üzenetre, ugye? Emlékeztem, hogy volt valaki, akinek küldtem, és nem jelzett vissza. Akkor az te voltál. Zajmon, nem mondom, nagyon-nagyon szépen köszi neked is a 14-et. Köszi szépen. Azt a mindenit, mi van ma? Ma van mindenféle hóforduló? Gabi, neked is köszönöm a 19-et. Ugyanígy voltam vele én is, hogy többször elkezdtem már, de általában ilyen 30 e-mailnél meguntam. Most kitartó voltam, és több ezren átrágtam magamat. Na, még mielőtt belekezdünk, mert nem akarom sokáig húzni az időt, mert erre a játék, minden egyes perce ennek a játéknak kincs. Imádom, és majd meg is fogjátok látni, hogy miért, mi mindent csináltam, vagy mi mindent fedeztem föl benne off-stream, de előtte 2 másik játékhoz kaptam kódot, ami nagyon-nagyon érdekel, az egyiket talán láttátok Rappánál, de nem vagyok benne biztos, hogy már streamelte. Az egy ilyen Vampire Survivor-szerű dolog, de zombi köntösbe öltöztetve úgy, hogy nem egy embered van, hanem egy squadod. De ugyanaz a lényeg. Mész körbe, szeded fel a dolgokat, fejlesztesz, minden, és jön a horda. Az egy tök jó, azt majd megnézzük valamelyik nap szerintem. Annak örültem, de aminek még inkább örültem, az egy másik survival játék, igen, a változatosság kedvéért egy újabb survival játék, aminek ráadásul van egy elég különleges egyedi mechanikája, amit egyetlen egy survival game-ben sem láttam, és ez lesz majd a meglepi, ezt a héten mindenképpen akarom nektek hozni, még az is lehet, hogy pénteken, mert ez volt az a játék, aminek aminél írtam a kiadónak, ráadásul volt egy ilyen, van nyilván egy külön honlapjuk, és ott lehetett nekik írni. Ráadásul van egy olyan, hogy érdeklődsz egy játék iránt gomb, és akkor kitöltöttem minden adatot magamról, ilyen csatorna, olyan csatorna, amolyan csatorna, szeretném földolgozni a játékot, megnézni, blablabla, bla, bla, és akkor kiválasztottam, és tegnap, azt hiszem tegnap, vagy ma, nem tudom, mindegy, lényegtelen, jött az e-mail, hogy igen, nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, bum, itt egy kód, játsz vele. Na most nyilván én ennél egy kicsit tovább mentem, és visszaírtam nekik, hogy nagyon szuperek vagytok, köszi, ám de egy kérdés, pofátlanságot félretéve, lehet-e még kérni kódot, hogy esetleg a nézők között kisorsolni, ha már úgyis be lesz mutatva a játék, arra sajnos azt írták, hogy jelen állapotában a játéknak csak content kreatoroknak küldenek kódot, tehát nem tudtam nektek új kódokat, vagy hát plusz kódokat behúzni, de megpróbáltam, Isten ássa lelkem, próbáltam egy kört futni ezzel, hogy hát ha majd legközelebb. Annak nem is mondom el a címét, még pihének se. Vatta, köszi szépen az Asekónak ajándékozott szubot. Így megjelent a First Badge. Na majd, ha megmutatom a címét. Ja, úgyhogy szerintem pénteken, a minden igaz, még át kell gondolnom, hogy milyen játékokat szeretnék, az biztos, hogy ha pihe hétvégén ráér, akkor folytatni fogjuk a Seven Days to Die-t.
Ez nyilván el is mondta tegnap a streamben, hogy akkor, hogyha nem utaznak el, vagy nem csinálnak valami családi programot, akkor foglalkozni fogunk a Seven Days to Die-jal, ugyanis rohadt jó volt. Én visszanéztem egyébként a tegnapi streamnek a vodját YouTube-on, és amúgy el kell mondanom, hogy azért az elképesztően jó, hogy ott van 2K. És tényleg nagyon-nagyon jól nézett ki. Jó, most nem, tehát, hogy... Értsd jól, jó volt a stream minősége, most az, hogy azon belül én voltam, az mindenki döntse el, hogy jó-e vagy nem, de még tévén is tök élvezhető volt, úgyhogy annak örülök, hogy az ennyire jó tud lenni. Fasza lenne, hogyha a többi platform is nyitna abba az irányba, hogy lehessen 2K-ba streamelni, mert hát ég és föld. Amit Asi ír, sajnos át tudom támasztani, azt akartam ajánlani, de elég kagi. Várja, mit ír a Seko? A Common Hood-ot ne próbáld ki, mert egy rakás foshalmaz. Az nem is tudom, hogy micsoda, úgyhogy hál' Istennek ebben nem futottam most volna bele. Mi az Common Hood? Passz. Ja, igen, Subaru, igen. Ja, úgyhogy tényleg ennek nagyon örültem. Én azt mondtam is nektek, hogy nekem egy kicsit egy ilyen extra felüdülések, ezek a hétfői streamek, hogy van benne nekem újdonság, blablabla. Bla, bla. Úgyhogy ezt most nem ismétlem magam, de örültem neki, hogy ott a minőség jobb volt. Na de, kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy a héten én szeretnék Seven Days to Die-ozni, ha Piher Ayr, ha nem, akkor csúsztatjuk majd jövő hétre is. Az is lehet, hogy hétfőn folytatjuk, ezt majd meglátjuk. Ma játszunk ezzel a Survivor Fountain of Youth-szal, és imádni fogom, és ti is imádni fogjátok, ebben biztos vagyok. Pénteken én úgy tervezném, hogy lehet, hogy akkor azzal az új játékkal fogunk játszani, és akkor a hétvége az meg nyilván pihétül függ a hétvégének az egyik napja, hogyha ráér, a másikban viszont fingom sincs, hogy mit kellene csinálni. Az is lehet, hogy... Jó, egy gyors kérdés. Skacok, itt a közösségből kinek van meg az a Get the Fuck Out nevű játék? Ami kicsit ilyen horroros, kicsit ilyen lövöldözős, kicsit félős co-op játék. Az kinek van meg? Mert azzal lehet, hogy játszanik, én nem játszottam vele, viszont az nyilván egyedül nem jó, azt csapatba kell tolni. Az a GTFO volt a játék neve, de várj, most mindjárt... Mi mondom pontosan? Azt hiszem GTFO volt, Get the Fuck Out. GTFO, igen. Extrém kooperatív horror shooter game. Neked nincs meg, de az mindegy is. Csak azért, mert arra össze kéne verbuválni egy tímet, és akkor azzal lehetne játszani hétvégén közösen. Nem egész streamen, tehát mit tudom én, egy pár órát. Mert az például tök király lenne. Ja, azon agyaltam. Na majd Discordra lehet, hogy dobok ki majd egy ilyen gerilla üzenetet, hogy nincsen, de egyszer láttam. Ja. Várjál, most figyeljetek, megnézem, hogy a Steamen GTFO. Hú, mondjuk nem egy olcsó játék. Na 20, most le van árazva 33%-kal, de baszki, amúgy az egy 40 eurós játék. Most 26,79-ér van. Tehát nyilván akinek nincs meg, most ezért ne vegye meg. De pont ezért lenne jó kérdés. Ó, várjál, itt látom, hogy kinek van meg. Megvan Cucunak, Krappának, Újvinak, Kontinak, Jihanternek, Viktornak. Azt mondja, hogy 8 ismerősömnek van meg. Nessájnak is megvan. Dévnek is megvan. Ja, egyáltalán nem olcsó. Én tök őszinte leszek, azt hittem, hogy ez egy ilyen kis fos játék. Bármint, hogy ilyen, tudod, ilyen 5-10 euró. Mert akkor mondtam volna, hogy egy ilyen 5-10 euró, akkor veszek belőle egy párat, és akkor kiosztom köztetek, azt játszunk együtt. Hát, de mondjuk annyit nem ér, hogy most ilyen nearly 30 euróért vegyek egy párat és kidobjam. Azért lenne jó, mert hogyha valakinek megvan, akkor azzal lehetne játszani közösen. De majd megnézem, hogy amúgy ez lehet-e szólóba?
nem tudom, hogy föltölti nekem mondjuk botokkal, vagy ilyesmi, vagy azt akkor egyedül? A fene tudja, ezt majd megnézem. Ha hétvége, akkor még lehet, hogy krappát meg is lehetne kérdezni. Most hétvége... Jaj, de... Ó, oké. Még jó, hogy krappa és botokkal mész, de non-stop kell utasítgatni őket. Az nem jó. Majdnem elfelejtettem. A vasárnapi stream az fix. Most vasárnap fogjuk megcsinálni a szokásos havi Nintendo streamet, amiben krappával sportolunk reggel, és utána Zelda lesz. Jó, úgyhogy ezt majdnem el is felejtettem, de krappával már megbeszéltük hét elején, úgyhogy vasárnap az már fix. Tehát ha piher ráér, akkor szombaton kellene pihével Seven Days to Die-ozni. Ha végül is az megvan, és megvan a pénteki, akkor megvan a heti menetrendünk. Tök jó. Akkor majd a jövő héten kell gondolkodnom. Király. Yes. Jó, figyeljetek, srácok, menjünk. Nyomjuk a Fountain of Youth-t, és megmutatom, hogy mi mindent találtam, és hogy miért is volt jó, hogy off-stream legalább felfedeztem. Semmit nem mentem előre a sztoriba, direkt azokat bazimesszire elkerültem a térképen, ahol ki is írta, hogy ott van valami különlegesség, úgyhogy azokat fogjuk megnézni. Amit csináltam off-stream, az az volt, hogy össze-vissza rohangáltam, megpróbáltam fölmászni minél magasabb helyekre, hogy így térképészetileg felfedezze és mutassa, de ez nem sikerült mindig, meg is haltam egyszer, mert annyit estem le. De majd mindjárt mutatom, hogy mi mindennel találkoztam, meg hogy például miért iszonyatosan király ebbe a játékba az építés. Ilyen mechanikát még nagyon nem láttam sehol, de borzasztó jó ötlet. Ja, persze, Loretta, csak ezekkel az ismerősökkel nagyon nehéz összeszervezni. Tehát, hogy most érted, krappa és cucu között például nem sok közös nevező van időpontügyileg. Újvi, nem tudom, hogy most mennyire van, mert most azt hiszem gép nélkül van otthon, úgyhogy ő nem nagyon tud szerintem játszani. Ráadásul képzeljétek el, ezt akartam nektek mondani, még nem biztos, hogy ez összejön, de írtak nekem, ilyen még nem volt egyébként, hogy írtak a Ubisoft-tól, meg is lepődtem, mert egy olyan e-mail jött tőlük, hogy én vagyok Usuf Yassar, tököm tudja kicsoda, valami nagyon fura nevű, ilyen Krix-Krax is volt a nevében, hogy ő a Ubisoftnál valami, mit tudom én, milyen menedzser, és hogy szeretné érdeklődni, hogy érdekelne engem valami együttműködés. Amennyiben igen, akkor küldjem el neki, és tudjátok, itt vált egyébként gyanúsá, meg majdnem, kitöröltem, hogy küldjem el neki a Ubisoftos azonosítómat, meg az e-mail címemet. Na, hát gondolhatjátok, hogy ilyet nem küldtem el neki, de válaszoltam, hogy amúgy miről lenne szó. És képzeljétek el, amúgy kiderült, hogy igaz, megnéztem, egyébként LinkedIn profilja is van, és tényleg ő a Ubisoftnál az a menedzser, akinek mondta magát. A lényeg az, hogy írt nekem azzal kapcsolatban, hogy július végén, tehát ennek a hónapnak a végén jön ki újdonság a Forerunnerbe, beszarsz, de hogy jön ki újdonság a Forerunnerbe, és átnézték az ilyen Steam-es meg Twitch-es statisztikákat, és látták, hogy sokat foglalkoztam a játékkal, zárójelbe, igen, volt egy idő, amikor sokat játszottunk vele, de így azóta nem, és kérdezte, hogy érdekelne engem valami olyan extra hozzáférés, tudjátok, hogy jön ki új cucc, akkor kapsz ahhoz előbb hozzáférést, amit nem streamelhetsz, meg nem csinálsz vele semmit, csak játszhatsz, felveheted, és akkor az embargó lejárata után publikálhatod, megjátszhatsz vele. Na most ez ebből a részből engem annyira nem érint, mert ugye én extra videókat nem szoktam csinálni, hogy majd akkor, mit tudom én, megjelenés előtt, de embargó lejárata után kiposztoljam. Mondtam neki, hogy az én profilom inkább a live streamingre hajaz. Azt mondta, hogy semmi gond, akkor is, hogyha gondolom, akkor beszállhatok, megnézhetem, játszhatok, és hogyha ebbe a programba részt veszek, akkor amikor megjelenik ez az új content, akkor konkrétan azt nekem ingyen megadják, meg még valami currency-t, hogy tudjak rajta fejleszteni, gondolom valami ilyesmi, és akkor játszhatunk vele. Úgyhogy ha erre egyébként sikerül pontot tenni, akkor lehet, hogy ebben a hónapban lenne majd Forerunner, így egy stream erejéig, hogy bemutassam azt az újat. Ez egyébként egy olyan együttműködés, ami nem pénzes. Tehát, hogy ezt nem azért csinálnám, mert hogy ezért a Ubisoft-tól pénzt kapok, hanem maga az, hogy együtt tudok velük dolgozni egy ilyenen, velük még egyébként nem volt ilyesfajta együttműködés, úgyhogy azért gondoltam, hogy
ha így meg tudjuk beszélni, hogy hogy van az időzítés, meg mikor kell streamelni, az nekem jó-e, tehát hogy stream napon van-e, akkor miért-e? Ja, úgyhogy én is meglepődtem rajta, hogy a Foranert még marketingelik, de látod, ezek alapján igen. Én tudom, hogy amikor játszottunk vele, akkor az nem egy ilyen fék öröm volt, én rohadtul rákattantam, tökre tetszett, még offstream is játszogattunk Újviékkal, meg Cucujékkal, úgyhogy Újvinak, meg Cucunak ezt már mondtam, és mondták is, hogy szívesen csatlakoznak, de még nem tudok dátumokat. Ja, a Rainbow kivételben lehet, hogy így van. Na mindegy, úgyhogy ezt csak akartam nektek mesélni, hogy volt egy ilyen megkeresés, és lehet, hogy lesz belőle valami. Abba maradtunk, hogy majd keresnek, így július közepe vége fele, akkor már én is tudok vele tervezni. Most a július közepe vége fele az azért izgalmas, mert ott azért van egy nagy megjelenés, amire készülök, ugye az a Remnant 2. Meg ma fölírtam egy-két extra új játékot, amit júliusban jelenik meg. Hát azért eléggé sűrű lesz, mert elméletileg egyébként pénteken jelenik meg egy játék, ami amúgy szintén érdekelne, az pedig ez az Exoprimal. Tudjátok, amikor ilyen dinoszaurusz horda ellen kell ilyen exoskeletonos robotként menni, ám nem tudom, az biztos, hogy nem megjelenés napján fogok vele játszani, mert ilyen kicsit ilyen XVX-PVP-s arénás a történet, az meg lehet, hogy engem annyira nem vonz, úgyhogy lehet, hogy majd valakinél belekukizok, hogy milyen, és akkor utána meglátjuk, hogy jó-e vagy nem. De ja, ebbe a hónapban is van egy pár megjelenés, hát a Remnantot, ezt tudjátok, hogy imádtam az egyet is, százmilliószor végigjátszottam, úgyhogy a kettőt nagyon várom. Game Passos az Exo, az oké, csak nem tudom, hogy fogok-e vele játszani. Majd ti megnézitek szerintem, mert pénteken én valószínűleg akkor ezzel az új játékkal játszom, ti meg majd megnézitek, azt majd suktok nekem, hogy milyen, hogy jó-e. És akkor lehet, hogy jövő héten földolgozzuk azt is. Na de, let's go! Szóval, Fountain of Youth. Jó, majd átgondolom, ott azt elmesélitek, hogy milyen, és akkor meglátjuk. Na de, Fountain of Youth. Hogy miért iszonytatóan rákattantam erre a játékra, amellett, hogy néhányszor agyfaszt kaptam, megtámadott egy sas, beleléptem egy kígyóba, meghaltam, vissza kellett szerezni a cuccokat, minden bajom volt már. Dolgozzál már egy kicsit, ne csak cseverész. Így van. Na, figyeljetek, mutatom, amúgy bazisok mindent felfedeztem a mapon, és mindent megépítettem, amit lehetett, kivéve a hajót. Mert a hajót veletek akartam megépíteni, hogy az első hajózás közös legyen, és van egy házam, ez nagyon fontos. Na nézzétek, csak mutatom. Azt figyeljétek, micsoda vigyilló! Na bazeg! Figyelj, tengerparti pecóm van, és amúgy csak úgy megjegyezném, hogy egész jól néz ki. Azt nézed, nézzek itt, följövök, van egy ilyen kis terasz, bejövök, ott van vannak a ládák, és ugye a munkapadok. Na majd ezeken a munkapadokon mindjárt végigmegyünk, és hogy miért nagyon fontos a ház. Nézzétek csak, fönt van egy ikon a bal felső sarokba, hogyha megvan egy ház építve, és azon belül vagy, akkor immunis vagy nyilván a természeti szarságokra, tehát a nap, a szél, az eső, és 0% esélye van a sérülésre, ha kraftolsz. Ez azért nagyon fontos, mert ha este kraftolsz, akkor ugye 21% esélyed van megsérülni, viszont ha ezt házban teszed, akkor nulla. Úgyhogy ezért is nagyon fontos a ház, hogy mik vannak. Csináltam egy ládát, amiben a legyártott eszközök vannak, amiket használok. Van egy láda, amiben csak a fákat gyűjtöttem. Van egy láda, amiben az ilyen füveket, növényeket, meg egyebeket. Van egy láda, amiben a kaják, vagy a tűzgyújtáshoz szükséges dolgok, van egy másik, amiben pedig a kövek. Na ennek nincsen értelme, mert bazd meg, az obszidián és a nagy kő olyan súlyos, hogy nézd meg, már 70 kiló a 80-ból, és alig van benne valami. Mindegy. Úgyhogy ez van. Ami nagy előrelépés volt, az két ilyen tönk hordó, amiben vizet tudok tárolni. Amit összegyűjt a vízgyűjtő, és átrakom ide, mert innen nem párolog el. Úgyhogy ez későbbiek során innen tudunk inni, ha nagy gebasz lenne.
Tök jó egyébként az is, ahogy például csukódik az ablak, figyeld? Hopp, az becsuktam az ablakot, azt senki nem látja, hogy pucéran rohangálok bent. Jó, tehát ez az egyik. Két darab kocsit is építettem, mert ez fontos. Ez a kocsi azért kellett, mert hogyha kivágsz egy nagy fát, és ez tetszik szintén a játékban, hogy valamilyen szinten realisztikus. Ha kivágsz egy fát, és van egy rönk a válladon, az az össz. Egy rönk, kész. Úgyhogy kellett ez a kocsi, mert erre föl lehet rakni hetet. És akkor ezt a kocsit megépítettem, elmentem a szélére, kivágtam fát, azt hazahoztam, és építettem belőle ezt a házat. Ez a másik kocsi, pedig enélkül innentől kezdve meg sem mozdulunk. Mert ez a kocsi 80 kiló cuccot bír el, és csak ennyi, hogy viszed magaddal. Azt hello, mint egy teknős sétálok. Így fogjuk bejárni egyébként a szigetet, és lootolni fogunk, mert ez kell. Tehát abban van 80 kiló, rajtam meg lehet ugye 52, tehát ez így nagyon-nagyon király. Ahogy jelenleg működik ez a dolog, az abból a szempontból pala, hogy ez a leather backpack nem sokára el fog törni, és ezt nem is tudom megjavítani, mert ehhez, hát bár amúgy de. Jó, ezt meg fogjuk tudni nem sokára javítani. Na, a lényeg a lényeg. Mapügyileg elég nagy felfedezést tettem, most kizúmolok teljesen. Nézzétek csak! Ugye mi itt a streamen ott tartottunk, hogy ezt a fa, tehát ez volt a kezdőfa, ami felfedezte ezt a területet, és ugye mi ide leköltöztünk. Na itt fölmásztam a hegyre, megpróbáltam lerajzolni, és akkor felfedeződött ez a terület is. Ott van egy interesting item, ami nem tudom, hogy micsoda. Az most tűnt föl. Na majd megkeressük. Na mindegy, szóval próbáltam körbejárkálni és egyebeket felfedezni. Ez általában egyébként abban merült ki, hogy volt még egy fa, amit találtam valahol itt. Ez egy elég nagy területet felfedezett. De mondom, hogy mi az, amiket tapasztaltam, és mi az, amiben nem mentem közelebb, hogy nehogy felfedezzem. Tehát itt, ahogy tovább jöttünk, itt volt kókusz datoja, ugye teknős, horgászni már horgáztam, ami zseni, csak eltört a horgászbotom, és nem tudom megjavítani, úgyhogy azt majd később fogjuk tudni bemutatni. Szedtem köveket, aztán erre nem mentem tovább, azért nem, mert ahogy ide elértem, láttam valamit, és inkább visszafordultam még mielőtt felfedezném, úgyhogy ma oda együtt fogunk elmenni. Viszont azzal, amikor elkezdtem a kartográfer asztallal, leveszem a fejem is, akkor többet látok, felfedezni, így a következők jöttek elő, például szedtem eukaliptuszt, találkoztam disznóval, az egy nagyon komoly harc volt, majd fogjátok ma látni, ugye találkoztunk ezzel a kutyaszerű lénnyel, meg ugye sassal. A sassal itt találkoztam, ez bebagolt, és nagyon viccesen öltem meg. De hogyha megnézitek, vannak különleges helyek, amire direkt nem mentem el. Ide följöttem, és obszidiánt hoztam haza, hogy legyenek eszközeink, meg itt találkoztam ilyen jackallal, de azt igazából egyszer meglőttem, és onnantól kezdve elszaladt, nem tudtam megölni utána. Ami viszont érdekes és felfedeződött, nézzétek csak, vannak ilyen itemek, hogy, vagy ikonok, hogy, itt van, interesting item, oda sem mentem el, interesting item, special object, úgyhogy ezekre a helyekre akarok elmenni, itt is van valami special object. Ezt ugye felfedeztük, ez volt az a nagy fej, de például onnan jövök jobbra, itt is van egy special item, és nézzétek, ezt felfedezte az egyik kartográfer cucc, Living Water. Tehát ott van például Living Water, amit lehet lootolni, úgyhogy oda is el kell ma menni. Akkor itt ez egy kicsit már ilyen sivatagos rész volt, ott már például megégett a bőröm, és ki kellett gyógyítanom magamat, mert napszúrást kaptam. A terv egyébként az volt, hogyha teljesen kizumolok, akkor ugye csak a legfontosabbakat mutatja. A tervem amúgy az lett volna, hogy ez a vonal jelzi amúgy a tengert. És az lett volna a cél, hogy így a tengerhez közel fölmenjek magasra, és felfedezem, hogy körvonalazódjon a sziget. Lehet, hogy ez ilyen off-stream feladat lesz nekem, mert ma inkább elmennék olyan pontokra, amiket látunk, és izgalmas. Jó? És úgy készültem elő, amúgy, hogy ebbe a kártba, amit viszünk magunkkal, igaz, pakoltam majdnem 40 kilót, tehát nem lehet csak a felét lootolni, viszont olyan dolgok vannak nálam, amivel a cuccaimat meg tudom javítani. Vagy például kötszer,
akkor ilyen HP-regenes cucc, méreg elleni, gyomorrontás elleni, influenza elleni, meg napégés elleni cucc. Tehát ezek vannak nálam, illetve egy hordozható ágy, amivel tudunk időt pörgetni vagy aludni, illetve 9 darab ilyen mapping lófasz gyártottam, hogy tudjunk felfedezni területet. Azon kívül van nálam egyébként egy obszidián kés, egy obszidián axe, obszidián spear, van most már íjam, ami bazi jól működik a játékba, és lőszerem. Úgyhogy ezek vannak, úgyhogy így fogunk utunkra indulni, annyi, hogy egyébként a ruha is szana szét fog esni rólam, aminek nem örülök, meg ez el fog törni, és akkor meg már, na mindegy. Szóval mindegy, lesz izgi dolog, annyi csak, hogy ez mi a fasz? Várjál, én nem is láttam, hogy van ilyen nézőpontja. Ó, na figyelj csak, ez mondjuk jó. Van egy ilyen nagyon belső nézet, viszont ha kijebb kattintok egyel, akkor látom amúgy, hogy körülbelül mi a körvonala a szigetnek. Na, ez például hasznos, ezt észre se vettem. Illetve van egy ilyen, ami meg ide mutat. Region expedition, go on expedition into this region, you need to be at the helm of the ship and have one of the following set of items. Spanish way, native way, technological way. Azt a mindenit. Ezt nem is tudtam, hogy ilyen van, de most már legalább ezt is láttuk. Lehet, hogy erre nem is kerül ma még sor, de a lényeg, hogy sok mindent fogunk ma csinálni. Veroci, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 45. hónapot. Köszi szépen a Hype Train-t is, rácok. Vatta, köszi az Asekónak ajándékozottat még egyszer, és Papeszom, köszi a 300-as csírt. Köszi. És vannak egyéb szigetek is, igen, tehát ha például megnézed, de azt fizikailag is lehet látni, hogy például ha ide kislisszanak a szélére, akkor ott lehet látni, hogy ott látod, a távolban ott van egy pici sziget. Oda például hajóval el lehet menni. És van, tehát hogyha ha pedig ezt nézed, ugye most ebbe a régióba vagyok, és itt is vannak egyébként egyéb szigetek. Unlock the island to open the island map. Tehát, hogy a hajóval például, látod, ezek mind olyan részek, ahova ki kell hajózni majd, és megnézni, hogy mi van ott. Ha meg még kijebb megyek, akkor az Island of Hope régión kívül ott van még másik 4 régió. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent lehet csinálni a gamebe. Egyelőre még nagyon-nagyon az elején vagyunk, de tetszetős. Úgyhogy figyeljetek, aludjunk egyet. Azt kell megnézni, hogy kajából amúgy van egy tojásom. Hát azon kívül nem nagyon van, úgyhogy kaját majd például szerezni kell. De alszunk egyet, csináltam egy ágyat. Most reggel van, tele vagyok energiával. Ebbe gyorsan beleiszunk. Legalább ez 100-on legyen. És akkor megfogjuk a kocsit, és elindul. Ja nem, tudjátok mit? Először nézzük meg azt, ami itt van bent, mert itt azt mondta, hogy van egy interesting item. De én azt bazira nem találtam meg. Nem tudom, mi lehet az interesting item. De várjál, itt elméletileg... Interesting item, de hát... De ezen már egyszer átmentem. Akkor mi lehet itt az interesting item? Mert ez coltad. Lehet, hogy az... Csak nincs nálam shovel. Hát ezt mondjuk nem tudom, hogy... Várjál. Ásó. Mi lehet az az interesting item, amit ide ír? Mert szerintem itt már felszedtük a dolgokat. Cool. Mit? Fordulja. Szerintem az ez. Csak nem tűnik el. Hanem szimplán ez itt így. Oké, akkor ez az interesting item. Oké. Jó, na, figyeljetek. Tervezzük meg azt, hogy először elmegyünk ide, amit nem fedeztem még föl, csak azért, hogy meglássuk, hogy mi van ott, mert engem az érdekel, és akkor legalább meg tudom nektek mutatni. Oké.
A phishing egyébként tök jó pofán működik, hát egy dologra nem vettem rá magam. Úgy voltam vele, hogyha valamikor azt lehet, hogy off-stream kéne megnézni. Úsztam. De nem mertem nagyon mélyre úszni, mert nem tudom, hogy így random jön a cápa, vagy csak bizonyos helyeken jön a cápa. Úgyhogy befostam, és inkább ott hagytam. Tehát nem úszikáltam tovább. Merjetek annyi, hogy innen leszedjük a datóját. Szia, teknős! Most nyugi, nem bántalak. Csak egy kis kókuszér meg datójáért jöttem. Ki gondolta volna? Hát! Ja. Pedig van már egyébként ilyen víz alatti fegyverem, ilyen dárdám, vagy hárpúnom, vagy micsoda. Csak nem tudom, hogy... Meg annyit észrevettem egyébként, hogy az úszás az úgy működik, hogy azért csak úgy nem kezdesz el úszkálni hajó nélkül. Mert amikor beúsztam egy picit a vízbe, akkor ugye nyilván két dologra kell figyelni. Egy, ne fogjon el a levegőt, mert az sose jó. De képzeljétek el, amíg úszol, meg amíg vízben vagy, folyamatosan csökken a staminád, és amint elfogy, azonnal elkezdesz sérülni. Tehát hajó nélkül nem is lehet beúszni igazából. Na nézzétek, azért fordultam vissza, mert ott megláttam valamit. Na és úgy voltam vele, hogy na akkor azt viszont majd együtt kell felfedezni. Tehát ott van valami építmény. Nincs is cápa, csak Megalodon van? Hála a jó égnek. Úgyhogy nagyon jó, mert egy ilyen kocsival járjuk a területet. Azt vettem észre, hogy amúgy a tengerparton nincsen veszedelem, csak ha beljebb mész, akkor jelennek meg ugye a kígyók, ezek a hülye hosszúfülű kutyák, akkor van ugye ez a kolyó... Basz meg, de megijedtem, itt láttam a sas árnyékát, de az ott van fönt, jó, akkor azzal nem kell most foglalkozni. Majd meglátjátok, hogy milyen veszedelmes egy sas. Amíg nem volt íjam és nyílvesszőm, hát bazeg, úgy szenvedtem, hogy megöljem, mert mindig akkor kellett megütni, amikor feléd repült, de amúgy meg nehéz volt, úgyhogy sokszor megcsipett. Meg pláne azt, bazeg, annyira sajnálom, hogy azt a bebagolt sast nem láttátok, és nem tudtam fölvenni videóra, azon húgyosra röhögtétek volna magatokat, hogy hogy nézett ki az bebagolva, ahogy repült a levegőbe. Na! Aha, ott van valami világító cucc, és nagyon jó, mert vannak a földön. Ho-ho-ho-ho. Na ez szuper le. Ácsi. Na először is adjad a kokuszomat? Ha majd elkezdtek játszani a játékkal, pro tip number one. Első körbe ne azt csináljátok, amit én csináltam, hogy minden, tehát így interaktálsz a fával, meg a dolgokkal, hanem próbálj először mindent a földről szedni. Mert ha a földről szeded, az majdnem sikerült, az hova pattant, bazd meg? Várjál, gyere vissza, itt vagyok! Várjál, de most meg kell találnom a nyílvesszőmet. Hol van? Itt van egy. Szóval pro tip, először mindent a földről próbáljatok felszedni. Tehát a leveleket, a kókuszt, minden, mert azzal nem telik az idő, és nem veszítesz el a napból értékes időt. Jó? Úgyhogy majd, ha játszotok vele, akkor az elején erre figyeljetek. Mennyit tudok itt mappolni? 54 méter az lófasz, azért nem mappolunk. Max, hogyha följebb tudok... menni valahogy. Na de, akkor először nézzük meg, hogy mi ez a cucc itt. Na, story time. Song of the punishment of the gifted. When death had taken the last of the highest ones, the great hunt ended. But the families and the loved ones of highest ones who were gifted longevity, azt gondolom az örök élet, nem? Vagy a hosszú élet, faced an even worse fate than death in battle. The day after the end of the hunt, all the gifted ones were brought to a high cliff above the deep sea on the island of the birds. One by one, the gifted were brought to a cliff and fed to poison of swamp frog, which immobilized them. Mi van?
a kiválasztottatokat megmérgezték valami békaméreggel, amitől meg, hát így nem tudtak mozogni, paralizálódtak. And those who drank were thrown paralyzed to the bottom of the sea to drown. Mi? És lelökték ők? Ez ilyen kicsit ilyen This is Sparta. Hú, oké. És akkor itt van nagyba is a kép, amit meg tudunk nézni. És miért lett este? Nem csak sötét van. Tehát azt mondja, hogy ott van, hogy a nagy harc után a kiválasztottakat elvitték, béka méreggel etették, azok után megkövültek, és fogták, és ledobták őket a hegytetőről a vízbe, hogy meghalljanak. Oké. Ostvarum. Mi volt a baj a kiválasztottakkal? Vagy ezt miért kellett csinálni? De nézzük, hogy ennek a tetején itt mi van. Úgy egy altár. Ez volt. Piece of native map. You have learned a new way to open up the next region. Piece of native map 1/5. Tehát ilyen mapot kell találni ahhoz, hogy innen elmehessünk. Tehát ide hozták ki őket, és nézzétek, ott vannak a csontvázak. Nem is kevés csont! Oké, nem is én lettem volna, bazd meg. Na, jó, hát ha leestünk, akkor már nézzünk körbe a vízbe. Csak az a baj, hogy nincsen nálam harpoon, tehát hogyha valami megtámad a víz alatt, akkor basszatom. Merje, hoztam magammal egyáltalán harpoont? Szerintem azt nem hoztam magammal, mondván, hogy még úgysem fogunk úszkálni. Nem, azt nem hoztam magammal. Jó, de hát azért egy picit benézhetünk oda, csak nem halunk meg rögtön. Mert a stamina kell, mert hogyha az elfogy, akkor elkezdünk sérülni. Arra lennék kíváncsi. Ott van valami. Oké, loptam, megyek, szia, hello. Nem nézünk hátra, akkor nincs cápa. Kikó, nagyon szépen köszönöm a 100-as csírt. Köszi. Na, mivel nem néztem hátra, ugye nem jött a cápa. És találtunk valamit. Snake potion. Native medicine made from the living water temporarily halts the consumption of food, water and energy. Egy napig. Az mondjuk menő. Na jó. Akkor találtunk itt egy ilyet. Na most az lenne a király, azt kéne megnézni, hogy föl tudnánk-e menni magasabbra, mert itt mindenféleképpen kell egyet mappolni. Keressünk valami helyet, csak ne legyek hülye és ezt kiveszem. Ezt kirakom. Itt a kól se kell. Valahogy másszunk, hát, de most hova kéne fölmászni? Várjál, ez mintha menne fölfele. Mármint, hogy nyilvánvalóan megy föl. A mászás az borzadály. Nézzétek csak, mintha ezen... hogyha itt lenne egy útvonal. Mert hogyha itt följebb tudunk slisszolni... Ott, hogyha az elkanyarodik jobbra, akkor jók vagyunk. Nem kanyarodik el. Nem baj, ez is magasabban van, mint a... De várjál, ez itt egy útvonal föl! Hoppáré! Ne! Édes jó Istenem, ezt hogy csináltad? Kérlek, ne esd le! Nem szabad szaladni, mert olyan dolgokat csinál a játék.
Jó, ez 160 métert fedez föl. Jó, csak séta. Nincs szaladgálás, csak séta van. Hát itt, na itt lesz a nagy felfedezés. Na, az tudja, hogy meg fog támadni. Rábaszol, mert lelőlek, most már van íja, most már nem para. Ha közel kerülök a fészkéhez, akkor támad meg. És itt van a fészke, látjátok? Na, majd mindjárt jön. Hol van? Mennyi az idő? Még csak ilyen félig van este. Na itt mi a mapping? 306. De szerintem lehet följebb is menni. Várjál, mert ott is van egy ilyen kis nyűnyüke. Ó. Oh. Teljesen véletlenül nyomtam meg azt a gombot és eltaláltam. Várjál már, akkor Na gyere ide! Még a támadás előtt meghalsz. Na jó, nem lövöm el a nyilvesszőmet, megvárom, míg megtámad inkább. Gyere, sásmadár! Azaz, már jön, már zuhan. Na igen, tehát hogyha nem tudom lelőni, akkor ilyenek történnek. Na mi van? Hát ezt visszakaptam. De figyeld mekkora? Azt figyeld mekkora a sas. Egy darab tollat szedünk belőle. Jó, viszont a fészkéből jön nagyon sok minden csont, mint ilyen tojás. Viszont akkor menjünk még följebb. Na várjál, hát itt van izé is, barlang is. Hé, itt egy nyilvesszőm. Na jó, amúgy erre nem számítottam, hogy itt ekkora utat fogok megtenni, most akkor mehetünk fölfele. Nagyon jó, hogy lent hagytam a kártomat. Na, kussolj! Ott van. Látom, nem léptem bele. Jó, ez ilyen kőfejtő, ez minket nem érint. Na de várjál. Ha ide kijövök. Na itt most mennyit mappolok vajon? 403. És mehetek még följebb. Hát én még följebb megyek. Bázd meg. Várjál, mert bárhol lehet kigyó. Ez a piros növény, ha neki megyek, szúr. De így ki lehet vágni. Hallod, itt 545-öt fedez fel. Azért akarok fölmenni, mert igazából akkor lehet, hogy egy mappolásból az egészet bemappolj. Mi a fasz? Hol vagy? Látlak? Na, hogy a rohadás vinne el téged. Gyere! Ugyanolyan jó vagyok a dárdával is, vagy talán azzal még jobb is vagyok. Oké, és hol van a... Hol van a nyilvesszőm? Hát azt hiszed, hogy egyszerű, hogy ne menj neki. De amúgy, meg ide meg most be kéne jönni, mert nézzétek, csak V betű, és így mutat valamit. Oké, csak ugye sötét van, és az ott szerintem egy skorpió.
Aha. Hú, bazd meg, szerintetek van nálam izé? Persze, hogy nincs. Miért is lenne nálam fákja? Flint shard. Na ez új. És ez mit tud? Flint shard. Crafting. Ah, oké. Okay. Ó, csezd meg. Ti se láttok semmit, ugye? Jó, mi kell ahhoz, hogy gyártsak én egy olyan izét? De már verem, ahhoz még akkor tűzgyújtó eszköz is kell, és az sincs nálam. Azt figyeld, Dead Spaniards map. A map with blurred inscriptions in Spanish, the site of some kind of camp is marked here. It looks like the Spaniards were already here long before us. Ó, egy improved torch. Aha, az szuper lenne, ha valamivel be tudnám gyulázni. Igazából csak még egy flint shardot kéne találni. Azaz? Nem, ez egy hülye kő. Aha, és eltört az is rá. Ó, az Isten verjen meg téged. Jó, akkor kezdjünk el izéket megenni, meg meginni. Az a gond, hogy most eltört a táska, így ugye 20 kilóval kevesebbet tudok, vagy 22 kilóval kevesebbet tudok vinni. Jó, ezt megettem. Mondjuk ezt egyébként el lehetne dobni, mert ez egész sok kiló. A datóját meg megeszem. Jó, és akkor így már rögtön 15 kiló lett, ami rajtam van. Jó, de ez nem segít nekem abban, hogy kellene egy tűzgyújtó eszköz. Hát igen, nem hoztam magam. Mondom, itt van, hogy egy darab flint shardot. Ja, de az csak... mindegy, azt is csak benchnél tudom megcsinálni. Ám de, itt kint voltak ágak. Tudjátok, mi a jó, hogy az ágyat se vettem be egyébként az inventorimba, amikor elindultam. Úgyhogy tök jó, hogy hoztam magammal egy kocsit, amit nem hoztam föl. Rain penalty. Hát valószínűleg... Na. Improved torch. Már világítunk is. Na, így már át tudjuk nézni a dolgokat, és az összes izé úgyis elmenekül előlünk. Ez mi? Puffball mushroom az nem kell, olyanunk már volt. De erre a bátyára... Ja, hogy ráesett egy olyan? Ó, de jó! Hoppáré! Azt figyeljétek! Oké, csillagképek, ha jól látom. Itt 574-et fedezne föl. Én most rányomok egyet a mappingra. Go outside to start mapping. Jó van, akkor baszódj meg, akkor nem. Nézzétek csak, tehát itt csillagképek vannak fölfestve. Oké. És mindez azért érdekes, mert... Hát nem is az. De van itt valami legalább. Oké, az esőben nem megyünk ide, arrafele lehet tovább menni. Hmm.
Mushroom. Ott a flint. Nagyon jó. És van két flint sárga. És ez pedig... Figyelj, én kipróbálom ettől függetlenül azt. Go outside. Jó, ezt isten, igen. Mire kijövök. Mi az, hogy go outside? Hát ennél hogy jöjjek kijebb? It's too dark. Nagyon jó, és ezért vagyok kíváncsi, hogy ha most itt én felfedezek egy 500-asat, utána még ki fogunk jönni a túloldalra is, és ott is fel akarok fedezni egy 500-asat, mert ugye itt most ez itt annyira nem lesz nekünk izgalmas, amit itt felfedez, mert ezeket már látom. Ugye engem az érdekel, hogy a túloldalon mi lesz. Csak várjál, most azt tudom csinálni, hogy egy T betű, és így át skippeljük az estét. Na és figyelj, mapping tool. Oké, az 504 az elég vad. Tehát... Atya úristen, mennyit fedezett itt föl. Water Source, Chronicles... Jó, akkor itt már nem kell mapoznom, mert ez már itt így mindent felfedezett igazából. Max, még hogyha erre jobb oldalra kijövünk, majd azért nyomunk még egy mapot. Oké, na hát az biztos, hogy itt ugye nem tudunk lemenni. Hát itt lehetem ugye visszamenni, az oké, na ez hova visz? Ez buta biztos, figyeld, eddig tudok sétálni. Tehát innen csak nézelődni lehet. Jó van, oké. Ha jól látom, várjál, itt van valami. Jézusom. Ez csak faág, az nem kell nekünk. Jó, itt vannak ilyen építmények. Ó, híd. Tehát ez itt akkor lemegy egészen lentre. Oké, itt van egy kő, ami szedhető. És ugye annál a Hyde-nél lakunk, tehát hogy igazából itt lakok. Mert itt valahol van egy kutya. Az a jó, hogy azért nem izgulok, hogy eltévedek, mert egyenes úton lehet jönni végig. Az ismeretlenbe és tovább, igen. Ja, ez úgy fest nekem, hogy itt le tudnék menni. Egyébként itt is egy 448-at fedezne föl, de itt nem nagyon van mit fölfedezni, nem? Vagy nyomjak rá? Nézzük meg. Mapping level 4-es lett. Jó, valami extra történt azon kívül, hogy mappoltam egyet? Tehát, hogy itt nem ment tovább. Viszont egy kicsit kellene követni, hogy legalább lássuk, hogy hát, ha van valami újdonság, amit ott találunk. Mert hogyha most nem nézek itt végig, akkor sosem. Ha elég bátor vagyok, le tudok menni bárhol. Hát... Na, például flint sárdal még sose találkoztam, csak itt, ezen a hegyen. Itt valahol szüttyög a kutya, azt hallom. Kötél, dárda... Aha, ott van.